Az Újvidéki Városi Idegenforgalmi Szervezetben ma a Zsabjai Turisztikai Iroda mutatta be a település természeti adottságait és gasztronómiai kínálatait. A nyári idényben gazdag művelődési programmal várják a vendégeket. Holnap olyan neves népdalénekesek lépnek fel, mint amilyen Anna Bekuta és Áce Lukasz. Ugyanakkor a rockzene szerelmeseinek is igyekeznek kedvezni, hangzott el a mai sajtótájékoztatón. Zsabja község kiemelkedő lehetőséget kínál a falusi turizmus fejlesztésére. Mindenek előtt a helybeliek képzésére kell hangsúlyt fektetni, mert még sokan nem ismerték fel, hogy milyen lehetőség és jövedelemszerzés rejlik ebben a gazdasági ágban. Csupán néhány családi ház került jegyzékbe, ahol éjszakázhatnak a vendégek. Ezen változtatni kell. Több nemzetiségű község vagyunk, ezért számos történelmi nevezetességgel is büszkélkedhetünk. A vidék. Éredd meg a természet ritmusát és a síkság ízét elnevezésű projekt keretében bővül a golfpálya és magasabb szintre emelnék a vadászturizmust is. A jellegzetes ételkínálat népszerűsítése ugyancsak kiemelt helyen szerepel. Ezért az idegenforgalmi kínálatban jelentős helyet foglalnak el a tiszamenti haláscsárták. Házi készítésű ételeket tálalunk fel a vendégeknek, hiszen a régi, hagyományos ízek miatt keresnek fel bennünket. Rohanó világunkban népszerűek a gyors éttermek, de én kitartok a nagyanyáink receptjei mellett. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy hamarosan új étterem nyílik, ahol vadas ételeket ajánlanak az ínyenceknek, ezzel is gazdagítva a település idegenforgalmi kínálatát.